Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Igen, elérkeztünk a Amatőr Barkácsolók Magazinjához, 38. részéhez. Én már nem is tudom, az a három videó készült a előszoba felújítása. Hát elég sok munka volt a tapétán levenni, lemosni a falat, akkor meg még kipcsálni, repetésekkel eltüntetni. Igen, repetésekkel eltüntetni gipszel, hát nem volt olyan egyszerű. Őszintén megmondom, legjobb, ami szerettem volna, egy végső képen levenni a vakolatot, és újra vakolni mindent. De mivel nem vagyok 20 éves, és nem csak enném a ház, én már úgy gondolom, inkább nem költő, inkább gipszel kijavító a repetésekkel, leginkább többször lecsiszolom a falat, és kikettem. Én azt hiszem, ezeket már megcsináltam, le minden meg is mutatom a falat. Igen, akkor most én azt mondom, itt kezdem a mély alapozással, utána kezdem a 10 percig kenni. Lesz is sok munka. Na, akkor először bemutatom a falat. Hát nem tudom, lehet videó látni. Nagyjából csak el lettek tüntetve a repetések. Hát igaz, hogy én nem vagyok 30 éve aktíva, profiként nem dolgozok a festőmunkában. Régen volt 90-es évek, vagy pontosabban 90-es előtti évek régen voltak. Itt az, hogy a szalkokat is nagyjából rendbe hoztam. Hát nem is tudom, hogy mutassam be. Hát sok munka van itt a háznál. Hát tényleg leakott ház. De most úgyis a nagytávon mutatom be. Ami általános lesz dolog. Hát mert repetések voltak itt, azért nem semmi is rendbe hozni. Jó, ennyi egy kis volt bemutatóból. Szerintem akkor kezdjük is el a mély alapozóval. Indulni. Egyik azt mondja, nem kell mély alapozó egyik szakon. Más szakember azt mondja, nem kell mély alapozó. Nem minden itt teszek hozzá, ami biztos jó legyen. Akkor megpróbálom bekeverni, mert nekem egy is sok lesz, de minden. Valamelyik keverek be. Úgyhogy egy az négyhez. Igen, mivel tovább menni a mély alapozóval, ami szükségből szerszem, egy ilyen ecset, henger, egy rács, meg egy vödő, mert kicsi vízzel hígítani. Jó. Igen, jó, elrázni, nem tudom, fel is kell rázni, fogalmam nincs. Ó, de jó, ezt nem fogok tudni kibontani. Aztán neki. Gyere, zárás, a mély. Ja, csak kibontottam. Hát nézd, de el nem is nagyon kéne szívítani, vagy nem tudom. Hát szerintem annyi egyik is lesz. Én nem hígítom. Jó, ez az egyik híg. Mindjárt kipróbál minden ecsettel. Na, itt nem henger kell, ecset kell, mert messze ő. Jó, akkor egy ilyen messzerőkkel. Akkor ezt be kell áztatni. Akkor itt van egy elektromos. Egy elektromos dobos, hogy a fedeit visszatenni. Nem is kellett elvenni, de nem volt ilyen fedel.
Akkor nem tudom, lehet látni a másikat is. Jó, nem tudom, másik kamera szögből, akkor mutatom be. Akkor ilyen doboz szükséges. És ugyanis kell tenni. Már amikor beszállni fogok, meg fog rázni. Igen, és még milyen csúrna, mert ha nem jó. Akkor másképp kell megoldani. Csak így jó az. Na így jó lesz. Na így legalábbis nem, így legalábbis nem fog megrázni ára, amikor messzel. Mert még így sokkal szebb. Igen, megrázott a messzelő, akkor mindjárt el is kezdtem felmeszelni a alapozót. Itt a messzelő megáztattam. Hát őszintén megmondtam, én festőnek nem igazán vagyok jó, majd lehet, hogy minden összecsapok. Na minden. Hát aki utána fog takarítani, annak biztos nem lesz jó, bár én fogom magam után takarítani, igen. Yeah.
ezeket is el kell mosni. Mi valameddig hagyom a vödőbe agyázó, ázok ki a belőle az alapozó. Ez az, hogy takarítani kell. Ablakon lemosni, felsepálni, felmosni. Csempét lemosni. Thank you.
Lehet, hogy elrontottam ott, hogy nem takarítottam fel, mivel elkezdtem volna mély alapozni. Na mindegy. Most beállasztható jó a földet, és akkor felállasztható, megrakít, de ha nem, akkor majd lecsiszolom. De mindegy, nem tudom más mit tenni. Lehet, hogy ki kellett volna takarítani, mivel elkezdve a alapozást. Minden ember tanul. Legalábbis úgy gondolom, néhány percig áztatom a követ, és utána megpróbálom megint felmosni. Vagyis először is, igen, először is feltakarítom a vizet, vagyis feltakarítom, utána megpróbálom még egyszer felmosni. Ó Istenem, nem tudom mi lesz, mikor a festése kerül a show. Hú, akkor ezt már azonnal fel kell mosni, egy tiszta területökkel. Nem is tudom, mindent tanulni kell embernek mindig. Máskülönben, most nem látom, itt van az ajtó, ennél jobban szerőztetni kell a alapozónak. Nem látom, hogy szerőzik a fal, itt van az ajtó. Nem jól be van csukva. Én csak azért csuktam be az ajtót, mert nem akartam kívül más helyre összecsapni. Igen, főztem egy kávét, igen, meg is ittam. Én most azt hiszem, eltelt annyi idő, hogy azért valamit felázott, ami leesett hullaték, ami hát az a kőlő felfog engedni, feloldja. Na minden, akkor most felveszem a vizet. Hányszor fel kell ezt még mosni, hogy mikor befejezem, elkészül. Rá nem csinálnám videó, mert régen kész lenne az egész. Nem tudom, mondtam, vagy nem mondtam. Ajtó nem becsukni, kell egy szerőztetés, hogy megszálljon a alapozó. Úgy néz a Cézár, hogy sokat javult. Cézár? Jó kutya. Igen, messzerűt is jó ki kell rázni. Azért remélem, lakaszok benne kiment. Kiázott belőle a ragasztó. Igen, mindjárt a falfestés, alapozás megvolt, akkor mindjárt kezdjük a falat festeni. Vagyis nem a falat, a mennyezetet. Nem a falat, mennyezetet kezdek festeni. Elnézést, tévedtem. Igen, a festék, ja. Igen, a festéket be kell kavarni. Remélem, higítani is kell. Na, az kell még hozzáadni vizet. Biztos, hogy kell még adni vizet. Akkor hozzá kis vizet. Nem sokat. Azt akkor takarom a fal. A napon anyáig is lesz. De minden megtudom. Jó össze kell válni. Igen, egy henge és egy rács.
Így gondok lesznek. Ajaj, vödölke. Attól tart, hogy nagyon vödölke. Húha. Nagyon húha. Igen, találtam nagyon vedet. Mindjárt meg is nézek be, és fél. Jó. Hoppa, azt nem tudom, hol tegyem. De mindegy. Akkor átöltöm ebbe. Na jó, hacsolódok van eddig. Igen, átöltöttem másik vödőbe, itt a hengen, és akkor ide tesszük. És akkor mindjárt elkezdtük, igen, hengelni. Akkor itt van pápisné, nézd a hengere. Néha posad, de hogy is ide, azt nem tudom. De mindegy, itt szercukom. Igen, mert az még úgy látom, hogy esetem még át kell kenni a sákokat. Sütétben már este van, nem mutatom be, hogy mosom el a szerszámot. Tudom, felmosom megint. Hát igen, akkor őszi már ősz van. Kicsit már jobban öltözni kell munkaruhába. Úrhatózó, egy réteg még nem elég.
akkor még egy réteget rá kell kenni a mennyezetre. Hát igen, ha most mennyezetfestékből jól lehet természetes fényt csinálni, csak ki dolgozik, nincs otthonapotta, hanem kicsi ne is kivitelezi, hogy természetes fényt dolgozzanak közben. Föl most itt van utóbbához. Igen, akarok gondolkodok, mielőtt elkezdenék, jó, egy réteg nem ég. Lehet nagyon jó, tökéletes homofestő, egyszer azt a mennyezetet egyszer lekenni, jó. Nem ütál. Én még egyszer, át kellem még egyszer, ami biztos-biztos a mennyezetet. Igen, mielőtt elkezdenék a másik réteget, a másik festés, meg kell várni, tökéletesen megszáradjon, hát minél jó idő 6 óra kell, tehát inkább lehet 24 óra. Tehát minél 6 óra kell, hogy rendesen meg legyen szállatva, és akkor még egyszer ugyanúgy átkenni. A Cézár kezd megnézni a munkámat, igaz, Betty szokott lenni, Cézár, igaz?
A világítást nem szeretné beletenni, mert akkor nem álmasoltik a kép. Igen, most akarom nézem, mi magam amatőrként, hogy ezt a felújítás, az előszobám kifestése rendesen meg tudjam csinálni, már hiába, hogy alapozás, nem akartam alapozni, de mégis rábeszéltek, mégis a tapétát levenni a falról, leáztatni, nem otó egyszerű, javításokat, a sok repetéseket is eltüntetni, kijavításokat, hát én nem mondom, tiszta pupi szobafestő vagyok, de az, hogy tényleg, ahogy mondtam, édesatva a falat levelni, vésőképpen levésni, és újra vakolni. De én már azt már olyan nagyon már azért 60, közel 60 éves vagyok, én már azon olyan nagyon nem akarok belmenni abba. Na minden, akkor az a gondolok, az bárhogy is nézem, hogy igen, megcsináltam azt a mennyezet festést, két rétegtől festettem le, remélem a harmadik réteg nem kell. Most azon, most jó, szerettem volna a csövet lefesteni, szerettem volna a falat lefesteni, tehát ez nem fog beférni a videóba. Mégis én ezt normálisan be szeretném mutatni, nem most egyes főzős videó, nincs két perces főzős videó, és nem tudom ebben belőle semmi. Hát én ezt nem nagyon látom, én inkább csinálok egy hosszabb videót, de nekem megpróbálok így, mivel amatőr szinte is, mert nem profiknak csinálom azt a videót, aki kedvelik a barkácsolásra, nagyjából oldja meg a, ha van hozzá érzéke. Hát aki nincs műszaki érzéke, az nem sok mindent tud tenni. Na minden, ez volt a mai videóban címe, Amatőr Barkácsolók Magazinja 38. rész, alapozás és mennyezet festés. Nem tudom, tudtam-e segíteni, remélem tudtam. Nagyon szépen megköszönöm, megtisztelték a figyelmüket a következő videóban. Igen, megpróbálom lefesteni a falat, csak kicsit elég borult, mert két szint elválasztani, és akkor csövet, ezt a csövet is megpróbálom bevenni. Ha leszeretném venni ezt a fóliát róla. Már most nem lesz, akkor összekerem a orrát, ami nem szeretném. Még egyszer, nagyon szépen megköszönöm, megtisztelték a figyelmüket, vállal a következő videóban. És akkor hello, sziasztok!